Lehúzom majd. Mikor rajtolunk szerintem? Hú, duen. Mondtam már, hogy utállak. Már most. Tudom. Azt tudom, abba biztos vagyok amúgy, de... Picik a belülről. Zacsid megvan? Készen létben van. Hogy hányszált a sisaknak a izéje maga? Nem hánytam még soha. Ja, jó. De... Figyelj, ez annyira kényelmes az a kocsi, hogy nem fogod elhinni. Tehát itt nem... De nem az a nagyon pattogós, mi? Nem, itt... Meglátod, nagyon fogsz csodálkozni azon, hogy nem érzed benne a sebességet egyáltalán. Az még nem baj. De most ez halál komolyan mondom. Az lesz a tanúság, hogy meg ez ilyen kényelmes. Tudod, tehát, mi a baj a sebessége? Tudod, mi a baj? Az, hogy látom ott a kilométer órát. Azt ne nézd, előre nézd. Annyira kényelmes, hogy... Aha. Hogy nem érzed, hogy gyorsan megyünk, érted? Csak az hogy pikpak-pak vége van. Értem, csak az időben jó. Igen, de nem mondod meg, hogy ez most azt fogod érezni, hogy átenni sokkal gyorsabban lehet menni. De egyébként nem mellé repülsz az útról utána. Elhiszem. Tehát olyan határa van, ami ha azon a határon mész, az nagyon kényelmes. Igen. Viszont aha. Hátléped, akkor hopp, így eldobbant az a pikpak. De úgy nem bánnám, hogy kicsit úgy alatta mennénk, tudod ezeken a... Persze. Most nem vedd figyelembe, hogy én nem olyan vagyok, mint egy rendes navigátor. Nem fogom megmutatni, hogy mennyire tudok vezetni, ne izguljál. Nincs bizonyítás. Hidd el, én azt tudom. Feléd nincs bizonyítási kényszerem, ne izguljál. De egyébként másnak se szoktam ezt így, tehát mondjuk versenyzőket nem szoktam vinni, mert nem szeretem egyébként ezt a dolgot. Most mondjuk te nem a hülyék közé tartozol, hála az Istennek, úgyhogy az is mondtam a Duennek, hogy csak téged. Szépen köszönöm. Az biztos, hogy eddig mentél, mondjuk az alá lemész egy ilyen 50%-ra, az úgy nekem elég, úgy jó lesz. Jó. Mint ahogy eddig mentél itt. Igen, jó. Ha két fokozattal lejjebb megyünk mindenhol, akkor az úgy jó, nem? Ja figyelj, hogyha behagyod egyesbe a rajtnál, akkor azt se bánom. Az a legtisztább. Akkor túl vagy rajta, mehetsz haza, pakolj be, ez kész. Hát megmondom őszintén, igazából nem rá vagyok kíváncsi, mert tudom, hogy k***t ügyes vagy. Úgyhogy azt most tudod. Nem, az autón meg fogsz lepődni, hogy mennyire kényelmes, meg mennyire vezethető. Motorerő az nincs, hogy Mitsubishihez képest, de viszont annyival jobban az úton van, hogy összehasonlíthatatlan. Mondjuk hozzáteszem, hogy az Evo 10-esemnek a Murva szettje, amivel a legvégén mentem, amikor karbon volt rajta minden, igen. Akkor azért az már nagyon jó volt, tehát az már nem volt buta egyáltalán, tehát abban már tényleg azt csináltam, amit akarok, tehát érdekes módon a Mitsubishiből is lehet, csak ugye le kell szedni róla súlyt, meg kell venni 14-5000 euróért a 4 gátlót, és azért az fantasztikus dolgokat tud csinálni, ha jól van beállítva. Én is úgy mondjuk fel, igen, én szerintem is egy Mitsubishi is jó autó egyébként, csak kellenek hozzá a cuccok. Hát igen, meg nagyon kell tudni beállítani, tehát ténylegesen foglalkozni kell avval, hogy jó legyen beállítva. Mert
nekünk is nagyon sok idők. Én nagyon gyorsan be tudok állítani autót, de a Michoz nagyon sok idő kellett gyakorlatilag. Én meg az igazság, én azért nem is szoktam. Aha. Én csak beülök és megyek. Hát, ja, az is egy verzió, az a turis verzió. Megszokod, ami van, az kész, ennyi. Igen, én mindig úgy vagyok, megszokom, és akkor nem tudod elbúzni olyan, amilyen volt. Hát igen, az igen. Én nagyon érzékeny vagyok arra, hogy jó legyen. Tehát persze én is gyorsan alkalmazkodom, tehát a szarabbul is tudok vele menni. Persze, tudom. De azért a jóval abban sokkal könnyebb. Nekem meg az a baj, lehet, hogy jóval nem is tudni. Tudod, nekem az a bajom, tudod? De, hogy nem. Hát, jóval mindenki tud, meg aki alapba tudja, hogy mit csinál, az jóval tud. Azért nem árt, hogyha ismered az autónak a beállításait, hogy éppen most kicsit lejjebb vagy a gúnyomás. Igen. Na én már azt sem veszem észre, úgyhogy... Na én csak a szeretetért megyek, szeretek menni, azért megyek ki ez most magamnak. Nincs is azzal baj egyébként. Igazából az a... Mégis te is most már úgy mész, hát nem, hogy is. Abba hagytad idézőjelben. És azóta megy jobban egyébként. Aha. Tehát meglepő, hogy azóta jobban érzem magam, jobban szeretek eljönni. Haza megyek. Egy hétig jó kedvem van tőle. Aha. Az kész, ennyi. Utána meg minden ugyanolyan, mint volt, megy tovább, minden, dolgozunk szépen. Mit rakom? Jó vagyok teljesen. Persze. Csak figyelj, én nekem ez a biztonsági tudat azért az nem áll. Szükséges. Mennyien vannak azt. Jó van, köszönöm szépen akkor. Itt felvesznek. Mi volt Nyíregyházan? Kiestél? Hát igazából csak defektet kaptunk. Sokat. Igen. Sokat? Aha. Aztán berágtam, eljöttem haza. Kiberágtam a defekten. De hol kaptál rögtön az elsőn is? Ahogy elmentik a Murvára. Hogy? Majd a Peugeot elé. Jó, oké, köszi. Az egyes gyorsan, hogy befordultam Murvára rögtön? Nem, úgy volt. Az első gyorsan, hogy visszafordítom, 6,2 km-re kaptam egy defektet, és végigjöttünk úgy. Aha. Az volt a baj, hogy lementem egy olyan helyre, valami követ, kimentem este megnézni, és nem találtam ott semmit. Így eltört a összekötő, elhagyott. Jó, akkor átkapott. Akkor valami, nem tudom, hogy mit, megnéztem, meg is néztem, hogy kíváncsi voltam. Utána szuperrealiztunk másnap, és ahogy rájöttem a Murva, első gyorsan ugye lejöttünk, jó is volt, nem volt benne semmi Murva. Az volt a baj, hogy Murván túl gyorsan akartam menni. Tudod, nagyon szeretem a Murvát. Én lehet tehetném, csak Murván menni. Csak Slick-kel nem lehet. És csak az a Slick, az nem arra való. Nem bírta. Amíg nem elmentünk a Murvára, a szuperraliba is ugye második gyorson, ahogy elmentünk a Murvára, az rögtön defekt. És végig killottunk már, mondom, miok végig defektelt. Félreálltam, kicsitek a pótkereket, mondom, nem, add le a menetlevelet. Elég volt. Hogy miért? Hát mondom, az az igazság, vettem új gumikat. Na basszus, így nyírom ki az új gumikat, ugye nem is megyek, mondom, így nem éri meg. Hát és az nem biztos, hogy az utolsó defekt lett volna, sőt hát ez igen, a tempóhoz, igen. Persze. Ott nagyon le kell higgadni. Igen, én voltam az volt a baj, én úgy is terveztem, hogy óvatosan megyünk az aszfalton, hogy tényleg, hogy odaérjünk pontosan minden, ugye a vizen, és ráérünk a Murvára, meg majd úgy átcsúrjuk tőle, úgy élvezkedünk kicsit kézifék, és ugye, hát pont ez nem jó. Igen. Itt jó, ugye, mert ugye ez arra való ez a gumi. Hát igen. Igen, az a Slick-kel Murván, ez nem... Nekem se tetszett egyébként, tehát nem... Uh-huh. Nem tudtam én se bátran menni, mert nem tudsz vele támasztani. Tehát, mert akkor kicsipített, mindenképpen befektett az is íze. Sajnos. Hát néha jobb a higgadság. Hát igen, de épp azt néztem így külsőket. Például már meg se csúszik, tehát már úgy megy, hogy már a visszafordító is egyes. Igen, már nagyon így van, igen. Tehát a kézifékük az oda van téve a navigátorhoz legszívesebben, és ne nyúljon hozzá senki, és drótkötő, vagy gyorskötőző legyen a csőhöz összefogva. Tehát, hogy nem autóznak, hanem ilyen, ez a kiszámolt... Csak az időre, minden, igen. Én is úgy vagyok vele a mai napig is, sokszor úgy vagyok vele, hogy nem érdekel az a fél másodperc, ha ott marad. Én egy kicsit élvezem is a versenyt. Hát, ugyanaz. Azért az kell. Ugyanez. Én megőrülök attól, hogyha ilyen, így botozni kell így ilyen óvatosan. Tehát oda csúszok, én meghúzom a visszafordítom, szarok bele, ha ott marad. Igen, én is így vagyok vele sokszor. Persze aztán a végén, mikor azt látod, hogy kettőt adtak, és tudod, hogy négyszer így fordultál, de akkor szar egyébként, mert úgy vagy vele, megnyerhettem volna. De akkor se adja azt az élményt, ha megnyered, mintha élvezed végig. Igen, más úgy menni azért, csak úgy jó, és csak azért csinálod, mert szereted, élvezni akarod most. Persze. Egy kicsit be kell áldozni egy-két másodpercet arra, hogy egy kicsit jól is érezd magad. Szerintem is be kell. Főleg, ha nincsenek ilyen bajnokságnyerő terveid, hanem azt mondod, hogy mész három versenyt vagy kettőt.
Ja, persze, mert persze. Most az is olyan, hogy mi van, ha megnyered akármelyiket, tehát most tök mindegy, hogy a P-t, vagy a abszolútot, vagy a R5-öt, lényegtelen, mi történik? Igazából semmi. Semmi. Igen. Semmi nem történik. Aki szeret, az így is tudja. Ugye téged is azért sokan szeretnek, és tudják, hogy... Vagy főleg téged, ugye? Most ugye, hát, ugye, basszus azért... Tudják az emberek, hogy gyors vagy, odafigyelsz rájuk, kultúráltan beszélsz, szóbálsz mindenkivel, érted? Sokkal többet ér, mint egy P-csoportos bajnokság. Most ki a k***t érdekel, ki a bajnok? Teljesen persze, mindegy. Persze. Egy fillérre többet nem kap senkitől. Igen, így van, épp ez a már, igen. Lényeg, hogy jól érezd magad is. Úgy ez a lényeg a versenyzésnek. Meg hogy azt mondják a végén, hogy jó, ez egy korrekt gyerek. Csak azért ilyenből már jó kevés van, akire ezt mondják, tehát azért, ha megnézed azért... Próbálom összerakni, merre megyünk. Akkor nem se lelep, hogy megy, csak ide készítem, jó? Jó, nyugalom, nem fogsz semmi. Jó. Semmi nem lesz, ne izgulj. Hát kamera is villog, hogy nézem. Nem az a durva, hogy félek, hanem az, hogy még föl is veszik. Hát ez ilyen. Majd ki is látok. Megpróbálom nem nyomkodni ezeket a gombokat. Na, azért raktam így a lábamat. Jó. Azért most megbántam, hogy beültem. Na mindegy. Nyugalom. Ne izgulj, rendben lesz minden. Akkor mehetünk is. Nagyon durva. Ez keszünk, kurva jó, hallod? Látod? Hogy tudod, mit mondok inkább? Szerintem beteg vagy, hallod? Komolyan mondom. Azt a k***edbe. Hogy lehet így menni? Hát, ugyanúgy, mint te is. Csak nem ültél magad mellett. Hát én komolyan mondom neked, Robi, nem rosszból. Ha én a 100 évig mennék, akkor sem mennék így. Nem a k***edbe. De, hallod? Azt a k***edbe. De komolyan mondom. Dehogy nem, hallod, csak annyira, nem ülsz magad mellett. Annyira tudod, hogy hallod, hogy gratuláljak. Komolyan mondom, az... Szépen aranyos volt. Hát az nyomod, jönnek a... Nem veszed, mi is veszed el, csak átnyomod. Ja. Ugye, hogy kényelmes az autó egyébként? Nagyon. Ahogy ugye? Gödör az nincs, azt észrevettem. Ugye, hogy nem üt semmi, nem vág gerincen a gödör. Igen. Meg a kő, meg a semmi igen. Se. Nem az, hogy belemész egy gödöbre, és akkor fölpattan össze-vissza, szeded össze, állandóan két keréken vagy. Mindig lenn van a kerék a földön, nem emelkedik el. De megmondom őszintén, hogy igazából most a kocsit nem is néztem. Annyira iszonyatosan jól vezettél, hogy nem lehet, szóval leszartam a kocsit, bocs. Nem érdekelt, hogy mi, hogy viselkedik a kocsi. Nagyon komoly, hallod? Mi máskor is így mentél? Mit? Mindig így mész.
Ja. Azt a... Hát ez egy ilyen jó erős. Tehát nem nagyon tudok azért ennél gyorsabban. Tehát ez nem egy lassú. Jó, hogy nem egy lassú, hogy 50%-on megyünk. Ez egy ilyen normális, rendes, biztonságos tempó volt. Nem extra, de nem is lassú. Tehát ez egy ilyen jó erős. Hát nem tudom, nekem nagyon durvának tűnt. Nagyon, hogy kezeled ezt a kocsit, hallod? Amúgy, komolyan mondom, persze be voltam szarva sok részen, de tudtam azt, hogy azt csinál, láttam, hogy azt csinálod, amit kell. Hogy mondjam, amit, nem tudom, amúgy full biztonságos volt. Ja, helyén van. A többiket, hogy be voltam tojva. Te mentél jó nagyon. Tudtam, hogy jól tudsz vezetni, de nem gondoltam, hogy ennyire. De komolyan, hát azt a... Hány éves is vagy? 45. 45? Akkor még van még egy 6 éve megtanulni így vezetni. Ja, persze. Ami nem fog menni, csak mondom, hogy... És akkor abszolút ott nyersz, majd elvonhatós a... Persze. Nem tudom, én biztos, hogy nem megyek így, azt tudik. Dehogy nem. De abban az autóval... Közelébe sem megyek. Abban az autóval nem lehet így menni. Tehát azért nem mész. Ha nem mész így, de szerintem pont mész biztos, így. Nem megyek. Most így éreztem itt belül, hogy azt a... Én nagyon kicsit több hibával mész. Én nézegettem most videókat egy pár hónapja. Volt fönn belsőd, és azt láttam, hogy egy picit több hibával mész. Tehát vannak picit kijebb egy kicsit, mint kéne, de a tempó az hülye. Hát ha nem menni így, akkor hogy lenni az első tízben. Nem tudom, vagy ilyen jó egy Mitsubishi. Hát figyelj, motorerőben biztos, hogy... Azt mondom, hogy láttam, hogy vezetsz, és tudom, hogy azért ez nem egyszerű. Az így vezetni, amikor ott a nyomba is, amikor kiugrik a nyomból, és tudod, úgy bízol abban a nyomba is, hogy igen. Jó, benne. Igen. Ott a végén most tudod, azért nem volt egyszerű, ott azt hittem, hogy leesünk amúgy. Hát az ilyen 165 körül van már egyébként ott 100. Na igen, ott ez az. Már ötödikben van. Egyszer sem volt időm ránézni az órára egyébként. Vagy a kilométer órára, igen. Hát Robi, nem is tudom, hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm ez. Hát örülök, hogy... Ez nem is tudom, nem tudom elmondani, mekkora élmény volt. Szerelők is örülni fognak, nem gondoltam. Hogy nem hánytad tele, az ja. Kimondottan meg fognak dicsérni. Jó, van, bíztam benne, hogy nem fogok hányni, csak azért ez az acskó azért ott soha nem lehet tudni, tudod? Hogy most odálltam volna, és már eleve hány ingerem van. Persze. Ugye azt nem tudom előre, nem én döntöm el sajnos. Mondjuk azt, hogy te lehánytam, hogy örüljön? Hát Robi, hallod, nem is tudom, mit mondjak. Na, örülök neki. Most nagyon-nagyon meglepődtem. Tudtam, hogy jó mész, csak nem ennyire azt nem. Üres! Hozzak bele valamit? Most már biztos nem fog vinni soha többet senki. Ezek ott. Téged nem foglak vinni, már látom. Annyira iszonyatosan jó volt, hogy ezek után én viszek, mondjuk beülsz ide, és utána én viszlek egy költ, és azt mondod, hogy te szarul mész. Nem is tudom elmondani. Azt mondtam Robinak, hogy leértünk, mondom, Robi, te szerintem beteg vagy. Na, én nem tudom, hogy az igazság, hogy az miatt szerettem volna ugye beülni egyszer egy ilyen kocsiba, hogy lássam azt, hogy mennyire, milyen a kanyarodása, milyen a rugóút, meg ilyesmi, hogy úgy viselkedik, de megmondom azt, hogy nem tudom megnézni. Annyira jól vezet a Robi, hogy inkább azzal voltam elfoglalva, hogy a Robi mit csinál. Nem tudom, hogy egyszerűen, én nem, most rájöttem arra, hogy én a 100 évig versenyeznék, akkor sem tudnék így vezetni. Nem tehetek róla, ez van. Most jó volt beülni egy ilyen embervel, aki így tud vezetni, úgyhogy legalább fát, ha tanulok belőle. Tudom azt, hogy mehet még sokkal gyorsabban, csak én vagyok kicsit betolva. Mennyire különböző a Mitsubishi-hez képest ez az autó? Nem tudom, megmondom őszintén, nem tudom. Komolyan, nem tudom összerakni, mennyibe különbözik. Azt tudom összerakni, hogy a Robi az úgy vezet, hogy nem is tudtam, nem is gondoltam, hogy így lehet vezetni, úgyhogy nekem inkább csak ez maradt meg bennem, hogy azt sem tudom, hogy viselkedik, hogy megy a kocsi, semmi. Csak azt néztem végig, hogy a Robi hogy milyen jól tud vezetni, hogy milyen jól fordítja, oda teszi, hova akarja. Inkább csak azzal voltam elfoglalva. Meg nem normális, ahogy megy. Nem baj, legalább most azon megmondom őszintén, megpróbálom magam javára fordítani, úgyhogy szerintem megpróbálok gyorsabban menni. Mert eddig lassan mentünk, úgyhogy most jól lenne kicsit jobban menni. Majd Mikuláson. Erre jó volt nagyon ez a teszt. Okay.